Üdv mindenkinek! A mai videóban a képen látható Fugard Quabla VRY kocsiban fogom kicserélni a jelenleg benne található belső berendezést, itt a fönt látható Horváth Tomi által gyártott, gyönyörű szép kis 3D nyomtatott belsőre, illetve a világítás is fog kapni egy kis tuningot, mégpedig egy direkt ebbe a kocsiba gyártott panellel. A kocsiról annyit kell tudni, hogy ugyan már rendelkezik belső berendezéssel és világítással, viszont a belső berendezés az gyakorlatilag egy általam belegyártott darab. Ezt egy Zemoki belső felhasználásával építettem. Az egyik fele a standard BY-ban való belső, a másik felé pedig sztirolból csináltam. Úgyhogy ezt fogom kicserélni erre a szép festett darabra, ugye ami ebben nagyon jól néz ki, hogy meg vannak csinálva szépen a kis asztalkák is itt az étkező részen, illetve itt is a konyha, illetve a különböző egyéb kis pultok megfelelően ki vannak alakítva. Kezdjünk is hozzá a kocsi szétszerelésével. A Fugard kocsikat érdemes óvatosan kezelni, mert hát a műanyagjuk az nem a legjobb minőségű, de azért, hogyha az ember tudja, hogy hol kell meglazítani ezeket a kis pöcköket, akkor nagyon szépen szét tudnak jönni ezek a járművek. No, és akkor itt van ugye a belső, amit le fogok cserélni. Látszik az, hogy hát ugye ez azért mégse hasonlítható ehhez a 3D nyomathoz. Egyébként meg kell mondanom, hogy annyira vészesen nem volt vállalhatatlan ez a sztirol, amit én csináltam. Egyértelműen itt ugye a pultokat nem tudtam kialakítani, de úgy jellegre ugye itt a kis falaknak az elhelyezkedése az úgy kb-ra stimmelt. Hát itt ezt a részt sajnáltam, hogy itt ugye nem néz ki olyan jól, mint ugye ennek a 3D nyomtatottnak a belső része. A belső berendezés mellett ugye itt van a világítás panel, hát ez egy sima ESO panel, ami így benne volt. Ez gyakorlatilag annyit tud, hogy világít is kész, illetve ugye ilyen kettesével lehet fölle kapcsolgatni a ledeket benne, nem túl nagy funkciós skála. Meleg ragasztóval lett berögzítve ez a belső, azt viszonylag könnyen meg tudjuk itt szabadítani a kis ragacsoktól, és szépen kijön ide. Amire majd még figyelni kell, hogy az új 3D nyomtatott belsőn ezeket a kis lyukakat, ahol föl van vezetve az áram, ezt majd meg kell oldani, de lehet, hogy nem is fogok lyukat fúrni, hanem elegánsan itt a WC-knél fogom fölvezetni ezt a kis áramvezető drótot. Ez ugye egy régebbi Fugard alváz, ez még szerintem nem abból a gyakorlatilag selejtes szériából származik, amit hát mostanában megkerültek a boltokba. Ez még nagyjából úgy néz ki, ahogyan neki kell nézni. Talán egy pici kifli ember is van, de nem, ebben nincs. Úgyhogy ő még jó. Egyébként onnan lehet fölismerni ugye a problémásabb ilyen alvázakat, hogy ezek a kis pöckök, ezek nagyon könnyen letörnek róla, illetve különböző ilyen deformáció van magában ebben a kis alváz részükben. A kasznit távolabb is tesszük, őrrel most egyelőre nem lesz szükség. No, és akkor itt van ugye a 3D nyomtatott kis belsőnk, és az a terv, hogy ugye ezt az áramfelvezetést, ezt itt oldalt fogom. Nagyon jó, így fogom megoldani, és akkor nem fog itt bent a belső részen zavarni ez a kis vezetékünk, és ugyanezt a másik oldalon is szerintem meg fogom tudni tenni ebbe a kis szélső kis fülkébe, vagy kis helységbe, ez oda gyönyörű szépen bele fog tudni menni. A belső rögzítéséhez a jól bevált kétoldalú ragasztót fogom ismételten használni,
ebből vágok két darab ilyen kis kockát, és akkor egyet így a végére, egyet a másik végére, és általában ide középre is szoktam tenni két vékonyabb csíkot, úgyhogy ezt a középső ilyen kis fröccsöntési valamit, amivel rögzítve van a súly, ezt így kikerülje, és akkor úgy szépen meg tudja fogni a belső berendezést, nem fog itt nagyon mozogni nekünk. Én mindig leszoktam próbálni, hogy nagyjából jól illeszkedik az egész, és hogyha ez megvan, akkor szépen leszedem a ragasztónak a másik felét, és akkor ezt ide ragasztjuk. És jó, hogy lepróbáltam, mert látszik, hogy ez a belső, ez egy picit hosszabb, mint a másik, és ide ez alá is, hogy színbe legyen, egy pici darabkát kell tennünk. Ígyni. Szépen leszedegetem itt ezt a másik oldali kis fóliákat, és akkor ezután ide tudom ragasztani a belsőt. Ígyni. A ragasztás előtt még érdemes egyengetni itt ezt a kis vezetékünket, hogy biztosan jó helyre kerüljön. És akkor így szépen rátettem, és már fogja is egyik oldal, és akkor a másik oldalon is megcsinálom. Így mi ugye azt szeretnénk, hogyha itt jön ki ez a kis vezeték, pozícionálom, és kész. Meg is vagyunk. Szépen illeszkedik itt az egész belső berendezésünk. A vezeték is kényelmesen elfér. Hát azért jobban néz ki, valljuk be, mint a gyári, illetve hát a gyári semminél tényleg jobb, de hogy ennél a kis általam átmókolt, átalakított Zemoki belsőnél azért mindenképpen jobban néz ki. Főleg akkor fog jól mutatni, amikor ezt a világításpanelt is ugye fölhelyezzük, és fényárba fog úszni a kocsi. A panel behelyezésénél fontos, hogy jó irányba rakjuk föl. Itt ugye a bal oldalon itt van négy darab LED, ők adják itt ennek a kis teremnek a világítását, itt van a végén a folyosó világítás, és itt a jobb oldalon, ugye itt vannak a dekódernek a különböző kis alkatrészei, és itt látjuk, hogy itt is ugye itt van egy világítás, ami ezt a részt világítja, itt a következő, tehát itt van két lámpa, és akkor itt van egy a konyhának, egy itt a folyosónak, és itt szintén van a végén még egy, ami itt ezt az átjárót világítja meg, tehát ezt így kell fölhelyezni. Ugye láttátok, hogy az előző SU világítás, az gyakorlatilag be volt ragasztva egy a kocsinak a tetejébe. Én most ezt nem fogom a kocsi tetejébe beragasztani, hanem ide rá fogom helyezni gyakorlatilag a belső berendezésre, és szintén két darab kis kétoldalú ragasztóval fogom rögzíteni, egyel itt, egyel pedig itt. Ugye ennek az az előnye, hogyha esetleg szét kell szedni a kocsit, akkor gyakorlatilag egybe lesz maga a kocsi kasznia, és egy darabban a belső berendezés a világítással együtt. Talán egy kicsit könnyebb így karban tartani a járművet majd. Úgyhogy forraszok is fel a kerékáramszedőkből följövő vezetékeket, és rakjuk össze az egészet. Bekötésre került szépen a áramvezetés, és akkor igazándiból arra kell figyelni, hogy megfelelően pozícionáljuk ezt a panelt. Szerintem nagyjából így jó is
lesz, ha jól látom. Pont ugye ez a kis kondenzátor megadja nagyjából, hogy hova kell tenni. És készítek két darab kis ragasztócsíkot, és felragasztom ide a tetejére. A ragasztók felhelyezése után pedig föl tudjuk rakni a tető világítás panelt. A világítás panelt arra kell figyelni, hogy megfelelően legyen pozícionálva. A hosszant irány nagyjából megadja itt ez a kondenzátor, és akkor körülbelül így középre felrakom ezt az egészet, és így nagyjából meg is vagyunk szerintem az egész történettel. Így van, szépen fogja pont amennyire kell, nem kell nagyon itt rögzíteni, úgyse fog elmászni sehova. A vezetéket pedig itt például a bal oldalon itt a, szépen a mosdóba el tudjuk rejteni, itt nem lesz útba. És a másik oldalon is itt ezt a kis vezetékecskét ide ebbe a kis nem tudom milyen fülkébe bele tudjuk szépen gyömöszölni, gyűrni, és akkor ő se lesz itt nagyon látható helyen. Ha kész vagyunk ezzel az egész művelettel, akkor pedig már csak egy dolog van hátra, föl kell helyezni a kocsira a kasznit, ugye ügyelni kell arra, hogy ugye VRY kocsi megfelelő irányba legyen, tehát ez a itt, ahol kevesebb ablak van, itt, ahol ugye le van takarva a konyhánál ilyen kis fehér függönnyel, ott az ezen az oldalon legyen, ahol ténylegesen a konyha van. Szépen fölhelyezem rá, és gyakorlatilag már csak a dekóder felprogramozása lesz innentől kezdve hátra. Így. Készen is vagyunk, így mint láthatjuk, itt szépen itt vannak a kis asztalkáink, itt van a konyha rész, és akkor nagyjából szerintem rendben is vagyunk ezzel a dologgal. Már csak egyetlen egy dolog van hátra, az az, hogy szépen fölprogramozzuk, és megnézzük, hogy muzsikál az újdonsült világítása a kocsinak. Tegyük is fel a terepasztalra, és nézzük meg ezt. No igen, és akkor ez lett a végeredményünk. Hát szerintem azért sokkal jobb, mint a korábbi verzió, ami benne volt. Érezhetően hasznos volt a javítás. A fények nagyon jól működnek, nekem külön tetszik, hogy külön lehet kapcsolni a konyhát, illetve a két peron világítást. Továbbá a belsőn is szerintem sokat dobott az, hogy ott lettek ilyen kis asztalkák, illetve az egésznek így az összképe azért lényegesen jobb, mint a korábbi kis általam összegányolt verzió. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Ha szeretnétek ilyen belsőt, akkor keressétek föl Horváth Tamást itt a videó alatt található elérhetőségeken. További szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!